Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Iker Lang, szerelmi jóslás. Hogyan tovább? Így hívom ezt a jóslást. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt az Iker Lang jóslást, a díjam 4000 forint. Először is megtekintjük a te jelenlegi helyzetedet. Itt látható ez a kereszt, és kihat a sors utakra. Amikor a sors utak kereszteződnek, ez lehet hamarosan egy fontos találkozás. Amit a kereszt még jelent, a te hitedet, hogy higgy ebben a kapcsolatban, vagy higgy abban, hogy minden jóra fordul. Ez a kereszt jelent döntéseket is, hiszen elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. A gondolataid. Itt láthatóak a halak, és jelentik a pénzügyi dolgokat, ez összefüggésben áll a munkáddal, a hivatásoddal. Ezek a területek, ahol most töprengsz, ahol elgondolkozol valami felett, vagy lehet, hogy ezen az élet területen lesznek döntések. Amit a halak még jelentenek, a belső értékek, hogy elgondolkodsz azon, hogy mi vagy ki értékes számodra, az érzelmeid. Itt a horgony azt jelenti, hogy mennyire fontos számodra a biztonság érzete, ahol le tudsz horgonyozni. A horgony szimbolizálja a munkát és a hivatást is, és úgy érzed, hogy kellenek itt most a változások. Most betekintünk a mélybe, a múltba, mit hogyan éltél át a korábbi életedben. Itt látható ez a kasza. Az jelentheti azt, hogy korábban olyan hirtelen történtek az események, voltak változások, valamit le kellett zárnod, nyilván kiváltott ez bizonytalanságokat is, hiszen nem tudtad hogyan tovább, nem voltak meg ezek az alapok. És mi fontos most ebben az életedben? Mi vagy ki áll a középpontban? Itt látható ez a férfi. Ha te egy férfi vagy, akkor az a fontos, hogy te hozz döntéseket, hiszen te állsz a középpontban. Ha te egy hölgy vagy, akkor ez a férfi jelenti a te lelki társadat. És hogyan tovább, milyen változások lesznek, vedd kezedbe ezt a kulcsot, légy magabiztos. Ezzel a kulccsal le tudsz zárni bizonyos témákat, mint például ezeket az emlékeket a múltból, ami talán kellemetlen volt számodra. Ezzel a kulccsal itt ki tudsz nyitni egy új ajtót. És ez az ajtó kínálja a lehetőségeket. Légy nyitott erre. Mit kell megtanulnod? A lecke, a házi feladat az élet iskoláján, ez a jeges medve. Ez azt jelenti, hogy mutasd ki az erődet, mutasd ki a bátorságodat. Ez az erő jelentheti a te életerődet, de jelentheti a belső erőt is, a hitedet. Erősítsd a hitedet. Most megnézzük az ő kártyáit, az ő jelenlegi helyzete.
Itt látható, hogy mennyire szenvedélyes, tehát utalhat testi kapcsolatra is. De ennek a kártyának van egy szimbolikus jelentése is, jelenti az ő nyitottságát. Ő már most kimutatja ezt, beszél a terveiről, vagy kimutatja az érzelmeket. Az ő gondolatai, te jelensz meg itt az ő gondolataiban, és az érzelmek. Itt látható ez a szikla, valami még blokkolja őt. Lehet, hogy megvan ez a hideg-rideg tartás néha nála, és egy más pillanatban így nyitott hozzád, tény az, hogy nagyon sokat gondol rád. Mi az ő házi feladata az élet iskoláján? Itt a gyermek jelentheti a gyermekeket, amit ez a gyermek még jelenthet az ő gyermekkora, hogy bizonyos dolgokat, emlékeket le kellene zárni, és az, ami szép volt annak idején, azt megőrizni. Amit a gyermek még jelent, egy új irány, egy új kezdet, vagy újdonságok. És mi köt össze benneteket? A vonzalom. Itt ez a gyűrű jelenti a kapcsolatot, ez a kapcsolat megmarad. Amit a gyűrű még jelenthet, ha eddig ő visszahúzódó volt, akkor most visszatér hozzád, és a gyermek jelentheti ezt az új irányt, ezt az új kezdetet, itt kinyílik egy ajtó, lesznek változások. És ez volt, ez az általános jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!